Itt vagyunk Debrecenben, a harmadik Főnix, itt a Főnix csarnokban, ahol rengeteg sportolni vágyó ember jött el. Nézzünk körül, hogy pontosan miket is lehet itt csinálni. Mit lehet tudni pontosan erről a rendezvényről? Igazából egy óriási nagy fitness rendezvény, amit nem kalibrálnánk be, hogy kinek szól, igazából mindenkinek szól, aki szeret sportolni, és szeretnénk, hogy minél többen jöjjenek minden évben. Körülbelül 40 darab kiállítónk van, és 2500 fő, aki az egész nap folyamán részt vesz az eseményen. Honnan van ennyi erőd és energiád arra, amit itt csinálsz a színpadon? Szerintem ez nagyon egyszerű kérdés, mert nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretem a vendégeket, és nagyon jó érzés, hogy ilyen sokan vannak itt, és töltenek ezerre. Tehát igazából az energiát tőlük kapom. És nekem, mint laikus, el tudnád mondani pontosan, mi ez a sport, amit most itt láthatunk? Igen, ez a kenhu cipő. Ez egy olyan speciális cipő, ami arra szolgál, hogy ebbe úgy tudjunk sportolni, hogy gyakorlatilag semmilyen sportsérülés ne adódjon, tehát 80%-ban csillapítja az ületekre adó becsapódást, tehát se a buka, se a térd, sem a gerinc nem fog sérülni. Az aktív sportolás mellett az állapotukat is felmérhették az érdeklődők. Ezen a standon azt szeretném bemutatni, hogy a tudománynak, technikának milyen olyan új vívmányai vannak, amit felhasználhatunk a sportolói állapot felmérésben, aminek a végső célja az edzők számára segítségnyújtás az edzés szervezéshez. Mostan itt sportoló hölgyek tudják követni élőben a pulzus számoknak a változását, szinkontrolva ott van rajta, most éppen mennyi a percenkénti szívütések száma a pulzus, ami lehetőséget ad arra, hogy kövessék, hogy milyen intenzitású edzést végeznek.